szép ez a világ most így egészben. Érzem, ahogy az élet erre pumpál. Elindulok a hétek szebb reménnyel. Egy fénylő szempár után. Kulcsra kész a városi élménytenger, pohar a peremén úszik a valóság. Mennybe mennek a portok, a célányok, a Duna fénye folyékony képköltemény. Ébredünk, ébredünk, ébredünk. Lassan heggé válnak a versek, a lelkünk szűkös játék valóság. A mindenség meg a sorsba firkál éppen, fogadjuk el, semmi nem tart örökké. Örökké, örökké. Urak, a Third Planet! Én nem tudom, Viktor, te hogy vagy veled, de nekem nagyon hiányoznak ezek a budapesti nyüzsgő éjszakák, nem? Én meg imádtam ezt a mozgást. Nem tudom, hogy emlékeztek, hogy a régi autókereskedőkben volt ez a felfújhatós, az a gumirepülős. Ez zseniális volt. Nekem egészen más jutott eszembe Kornél mozgásáról, de hogy, mert néha, mintha egy ilyen lassított felvételt néztem volna, aztán egy kicsit egy gyorsított felvételt, és a végén egy picit izgultam, hogy a színpadon maradjál. De örülünk, hogy egybe vagytok. Lássuk a zsűrit. Gyuri. Igazi jó beteg muzsikálás ez. Te vagy beteg, ne haragudj. Beteg. Beteg. A szó legjobb értelmében. Igazi jó beteg muzsikálás. Az van, hogy... Senkit nem érdekel a zenekarban, hogy mennyire lesz sikeres, és ez ettől működik az egész, mert ugyanakkor meg embertelen jó van elmuzsikálva a dal. És a kisasszonynak szívből gratulálok. Tehát olyan szinten viszi a vállán a bandát, a basszgitárral, és nem azért, mert hölgy, hanem azért, mert a basszusgitáros annyira határozott, hogy az egész bandát tokkal vonóval úgy, ahogy van, rendes, ízé, minden hangnak élete van, és egész egyszerűen ezt kívánom szívből, hogy ezt sose veszítsétek el. Tehát itt ennyire szemtelenül, az utolsó szívdobbanás pillanatáig ennyire szemtelen pofátlan módon kell muzsikálni. És én nagyon-nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszett. Gratulálok szívből. Péter? Yeah. Egy mondat jut eszembe, az együttes, aki nem megjátsza, hanem csinálja. Fantasztikus volt, és nem csak ezt a dark világot érzem benne, hanem én érzek benne még valami 70-es években egy pszichodelikus világot is. És én közben nagyon szeretem nézni egy-egy dal közben az előadó és a zenészeknek az arcát és az apró kis mimikáit és a viselkedését.
ennél a zenekarnál fantasztikus volt, főleg a gitáros nézni, annyira megelevenedett a zenéjük, utána sorba a többieket, nagyon meg vagyok vele elégedve, és ez nekem nagyon tetszett, ez a dark és a pszichodelik, és egy zenekar, aki végre nem csak megjátsza, hanem csinálja, nagyon jó volt, nagyon tetszett. Köszönjük szépen! Gyuri, mondjál egy beteg pontot! 9! 9! 9! Kati? A micsoda, egy frontember vagy, te agya úristen! 10! Yeah. Az szép kis levezetés lesz így az estére, Misi? Emlékszem, mikor hallgattuk a demótokat közösen, akkor egy iszonyat csapnivaló próbatermi felvétel. Ja, kritikának. Nem lehetett hallani belőle semmit. Kritikának uli volt. És így összenéztük, és azt mondtuk, hogy ezek mennyire zsiványok. Mikrofonnal fölvették a dalt, és milyen telefonnal. Jó. Telefonnal, hogy vettétek? Megküldeni egy ilyen felvételt. Hogy vettétek föl? Most elárulhatod. Van, köszönöm. Igazából az én keverési szárnybontogatásaim ezek. Aha, szörnyű volt. Még tanulni egy kicsit. Köszönöm. Remélem már kiterjesztetted a szárnyait. Kornél és a többiek tudjátok, mi jutott eszem, hogy jelen lenni, megélni és átadni azt, amit ti csináltok a zenélést. 9 pontot szeretnék adni. Befejeztem. Nem akartam közben szólni, de hát... Meg szoktuk várni általában. Péter? Szombat esténként ezért járok ide. 10 pont. 10 pont. Összeadtad? Igen, mert ez 38 pont.